Sziasztok, Idul lesz után! Folytatjuk a Pokémon Yellow végjátszást! Előző részben már eljutottam Kalvin városig, de most harmadik jelenit akarnám megszerzni, de az előbb a hajóra kell felszállnom, hogy megszerzek egy vágó képességet, amit aztán mondanik Bulbasaurnak, hogy bejussak a Kalvin edzőterembe. Itt is lesznek ám riválisok. Már csak nézzük, hogy mi van itt. Nem rivális. Van jegyem. Az unatkozókkal megküzdhetek, azt mondja. Hogy tengeri beteg vagyok? Mások elmi... Ezt hogy bírja? Hát nem jó. Tökéletes választás! Akkor állj vissza ott vetembe. Vine Whip. What? Nem használ! De miért visszezik? De missz! Nem egy hatás, akkor miért sem ez ekkorán? Szóval ez a fosszak! De ne ilyen kritikus támadásokat vess be! Tizennyolc szintes vő. Ő ez szavag.
22 szintes a csármilliónom. Na, bevetem Ivy Sword. Csak ketten voltak ott. Csak két rivások kettnek küzdenek. Ez tök gagyi. That's it. Last megint támad. Cserélek. Hát mit szólsz? Na gyenge volt. Csak szuper effektív. Nézd, mit mond? Lássuk ezt a szart. Kéne tanítson meg. Hát a body slam az Pikachu-nak nem kell. De Charmin-nak van egy lírje. A lír.
Wigglytuff. Unalmas. Ajatlan. Úriember. Huszonhám szint és a csármilliónom. Nem cserélek. Durva, te downtál össze Pokémonnak. Jaj, ne, nincs nekem. Vizi Pokémonom is még tűz Pokémonnal támadnak. Tűzre nem támadhatok rá. Ez ellen is effektív. Nem cserélek. Jaj, ne, tényt a kúr! Normál támadásra nyerhetek jelenleg. Stájú. Cserélek. Ivysaur-ra. Tizenkilences szintes az Ivysaur-om. Nem cserélek. Még egy tátul. What? Te voltál?
24 szintes a Charmeleonom. Rage. Másik, csak gondolkozzunk. Ott van egy Scratch-em, egy Body Slam, egy Ember-em. Cserélek Ivysaur-ra. Miért mindig őket? Szintes az Ivysaur-om. Akkor ez a szal most már az enyém. Egy valakinek adhatom ezt oda. Battlefree-nek. Pokémon. Cserélek Ivysaur-ra. Így, hogy három horcira van. Ez kalandot szállnalmas. Egy próbál bevetni harcra, az mindig veszít. Mi az az Eater? Hmm.
Már megint horszi. Jaj, ne. No, nem a... Huszonegy szintes az Ivy szórom. Cserélek Pikachu-ra. Most minden Pikachu-ra kell hagyni. A vízi pokémon mondja itt, hogy használnak a Pikachu mellett. Ha már itt vagyunk, akkor idézzük el az utolsót is. Nem támad meg. Akkor vissza a hajóra, mert még nincs meg a kárképesség. Akkor erre már nem is kell menni. Várjál! Ne, hogy arra menj! Annak még nincs itt az ideje. Lássuk itt mi van. Senki se támad meg.
Jó, semmi keresni valam akkor. Jobb oldal már voltam. Vájá! Itt nincs semmi. Akkor most legyél harcok. Snorlax. Akkor ő nem harcol velem. Elsítjük tovább Charmeleont. Jaj! Rossz döntés volt. Most vesz be! 27-es Charmeleon! Cserélek! Nem bízom Ivysaurban, úgyhogy Pikachut vetem be. Na most vetem be Ivysaurt. Szuper effektív egy villámtímus el. Csak egy Ivysaurra. Csak egy, nem a! Pikachu. Lejössz. Mega Punch.
Nem tudsz haladni. Nincs víztípusom, tehát... Vessük be Pikachut. Szaltára. Megint lasz. Egy Jigglypuff. Jaj, ne! Elég egy ilyen támadás. Két Rare Candy! Akkor most már kétszer sem tudok növet szintet emelni. Mondja, hogy hol vannak különös Pokémonok, ez Saffron City-ban. Vagyis a Sapphire zónában. Sokan tengelyben nekik itt. Maszkosomban úgyse egy van. Úgyhogy nem mindegy. Blue megint támad. Bonjour! Csodálkozik azon, hogy lát engem. Meghívtak tényleg? Milyen akkor Poki részén? Már 40 Pokémon fogott. Más fajták, mindenhol. Lássuk, ki elvesszik. Lássuk. Charmeleon. Remélem, ez nem... befolyásolta! Huszonhat szintes a Charmeleonunk. Ki névesünk be Eevee-t? Miért szép próbálni? Mi haszta van?
Inkább ilyen body slam. Gyenge, tam. Rizzi, ne hiszed annyit! Hát is meg nem lehetem a Pokémonjaimat. Egy vágómester van ez a fedélzeten. Tengeri beteg, öreg fickó. De a vágás az hasznos. Meg kéne látogatnom. Nem tudom, mit tudtam oda neki. De már odaadja a cut technikát. Na, éme! De ezt át kell adni valakinek. Méghozzá Ivysaur-nak adom oda. Igen. A Growl. Jó, ennyit a hajózásról. Ez az ideje megszerezni a harmadik jelvényt. Már elég előtt összegyűjtöttem hozzá. Távozik a hajó. Várjátok, nézzük a Pokémon káprótát. Még az képesek. De most itt az ideje vágni. Nem a így. Na, ez így kell bejutni az edzőterembe. Dehogy nem!
Jacobs-szal. Na, meglátjuk ki az a ügyesebb a villámlásban. Mega Punch! Harminc három szintes a Pikachu! Na, Agility! Nekem nem kell Agility! Cseréljek Ivysaur-ra. Nézd, ez mi egy? De miért ők ez mindig? Jó, ez is Crash! Igen, egy kicsi. Igen, fő csajnagy. Mega Punch! Most tökéletes előbe kellene, meg akarok küzdeni Search hadnaggyal. Thank you.
még miért folytatjuk, tehát megmondom, hogy az animében hogyan történt, hogy Szörcs hajnagyja a küzdetés. Egy érdekes szöveg hangzott. Ez azt hitte, Szörcs hajnagy azt hitte, hogy Mistyvel akarnak küzdeni. De amikor Ash megmondta, hogy vele küzde, Szörcs hajnagy azt mondta, ja, hogy te, rendben van, öcskös. Ash mondta, nem vagyok öcskös, a nevem Ash Ketchum. Szörcs hajnagy válasza erre. Akit legyőzök, az öcskösnek szoktam nevezni. És amikor meglátta a Pikachu-ját, mit mondott? Egy Pikachu! Hát ezt nézzétek meg, az öcskös elhozta a Minibog Game Boy-ját is. És válasza, hagyd abba, miért gúnyolod ki a Pikachu-mat? Pika, pika! Majd mindjárt meglátod miért. Rajt a pokélabda! És el megjelent Raichu. Tehát itt Raichuval fog küzdeni, aki egy elektromos erővel bíró egér pokémon. Raichu a Pikachu továbbfejlődő formája. Több mint 100 000 voltos támadásra képes, ami még egy Dragonite-ot is le tudna győzni. Illetve kiütni. És Pikachu ragaszkodott a harchoz. Már az első körben Szörcs simán legyőzte. De a második körben már a gyorsaságot használva tudta legyőzni Ash Ketchum, és úgy szerezte meg azt a villámjelvényt. Nem. Egyikben sincs. Hát mi ütött ezekben? Mi oda teszik? Mi oda utolsó pillanatra teszik? Első hely megnyitva. Yes! Egy elektromos szerkezet. Mi van, hogy ilyet kitalál? Nem áll! Bazd meg! Várjunk csak! Oh, come on! Ki nyílt? Hát csak ennyit kellett volna tennem.
Amikor és legyőzte Szőcs Hanagyot, többi már nem nevezte öcskösnek. Mert a tökéletes ízet Pikachu győzte le. Ten, hát! Üdvözlök a Calvin teremben. Gúnyolódik rajtam. Egy gyengek is nevez engem. A Pokémon az egy háború. Megmutatom neked te. Resakorlak, hogy gyad meg magad. És arra gondoltam, hogy itt is küzdjön egy Pikachu Raichuval, úgyhogy Pikachu-t vetem be. Ezután kontra Search Hadnagy. Na, Ejtonosak nem jót lehet bevetni ellene. Micsoda? Bam! Egy ütése! Ez rossz ötlet volt? Azért próbálj ki, hogy mennyire jó. Ugyan talán le. Két ütéssel bántam vele. Nem kell más Pokémon hozzá. Ajja! Wow! Te vagy a nagy. Te vagy. Mindegy. Rendben, itt a villámjelvény. Ezzel már növeltem a Pokémon sebességét. És tud nagy Pokémon repülni is. Különleges vagyok ők. Most már tényleg 24-esem is van. Thunderbolt. Szóval egy eltos Pokémon már vessen be. De nekem már van Thunderboltom. Mert így kettánsz használni. Még más Pokémonnál is. Na jó, vessük be Nidorennél. Nem. Megvan a villámjelvény. Fogott egy Skirtle-t. Vagy vigyázott rá, igen. Most már van egy Skirtle-m is. Most egy kis harc, fel akarom emelni Nidoran elejét. Ezen a cítes a Nidorenen. Nidoren átalakul. Nidorinává. Jó, most itt az idő, akkor bevetni egy követ. Át tudom alakítani Nidorinát.
Nidoqueen-nél. Most már Nidoqueen nem is van. Jó, azt hiszem elég lesz már ennyi. Ha tetszett, nem felejtsétek el feliratkozni, és legközelebb... Most, hogy megvan a vágó képességem bárhová... Már tudok új helyekre menni. De a következő célpont a barlang lesz, a nagy a sötétség. Úgyhogy még egy flash képességre is szükségem lesz. Úgyhogy legközelebb innen folytatjuk. Úgyhogy búcsúzom már. Sziasztok!